Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Serviznék Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Talmácsi Gábor, világbajnok, gyorsági motorversenyző, a Talmácsi Racing csapat főnöke. Szervusz, üdvözöllek. Most már jó ideje csapat főnökként, ugye? Dolgozol, szeretett sportágatban. Belerázottál most már teljes mértékben? Igen, 100%-ban úgy érzem. Főleg úgy, hogy előző évben, amikor megalapítottuk Schumer Károly üzlettársammal a Talmácsi Racinget, akkor már egy picit késésben voltunk. Tehát a szezon ugye áprilisban kezdődik, mi február végén döntöttük el, hogy elindítjuk a csapatot egy versenyzővel, Bódis Rihárddal. És abban a pillanatban, mikor ezt elhatároztuk, mert előtte még voltak MotoGP-s lehetőségek Vódics Ricsi számára, semmi nem volt rendelkezésre. Tehát se motor, eszköz, szerelők, teljesen a nulláról kezdtük el. De másfél hónap alatt sikerült felépíteni egy jó kis csapatot. És ugye a szezon közben rengeteg átalakulás volt, rengeteg változás. Ugye három versenyzővel fejeztük be a szezont. Úgyhogy nagyon progresszívan fejlődtünk, és nagyon progresszívan tettünk lépéseket, változásokat a siker érdekében. Most annyi a különbség, hogy sokkal több idő van a finom hangolásra. Tehát akkor már most már igazi csapat főnökként most már tudsz dolgozni, mert most már ugye volt egy gyors, betonoló időszak is egyben, ugye mély igen. Víz. Mély víz, szó szerint, igen. De most már időhiányban, most pedig sokkal több idő van arra, hogy rendesen fölálljon minden ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a szezont. Tehát most fél évvel előbb meghoztuk a döntést, mint az, jó, az előző évben, és ugye már minden megvan ahhoz, hogy induljunk. Tényleg a finom hangolásokra figyelünk, tehát a motort jobban fejlesszük, a versenyzőinkre van egy picit több idő, és logisztikában is állandó emberekkel dolgozunk, tehát sokkal stresszmentesebb így a szezon kezdete. Akkor most még 2015 év végén, akkor most már teljesen tisztán majd meg lehet vonni a mérleget, hogy működik a Talmácsi Racing. Mert most már ez egy tiszta év lesz. Igen, előző évben is jól működött. Jól működött, de ugye akkor kezdtétek el, tehát ugye ez más tör, most már egy teljes mértékben, egy teljesen tiszta év. Én azt gondolom, bármilyen eredményt ebben a sportban akkor lehet véleményezni, mikor az év végén ugye lezárjuk az évet, és akkor oda tesszük az asztalra az elért eredményeket, sikereket, kudarcokat, és az, hogy a 2015-ös év milyen lesz, azt is csak év végén fogjuk látni. Így van, de akkor már láthatjuk azt, hogy... Akkor már teljes egészében tétek volt ez az év, nem az, hogy februárban kezdjétek el. Nagyon készülünk rá erre az évre. Már most a motorunk 3-3,5 lóerővel erősebb, mint az előző évben, az rengeteg. Tehát az akár azt mondhatom, hogy körönként legalább 0,5 másodperc, lehet, hogy 0,7 másodperccel. Gyorsabb a motor. Akkor ennek az egyenesekben ki kell majd jönni? Egyenesekben, kigyorsításoknál, igen. Aztán a legújabb futóművet kapjuk az Öhlins gyártól, és lesz egy állandó emberünk, aki csak a futóműért felel. Mert előző évben volt, hogy egyik szerelőnél, egyik versenyzőnél, tehát voltak ebből kisebb koordinációs problémák, de ugye csak azt tudom lényegében felelősségre vonni, aki pontosan tudom, hogy mit tesz. Igen. És úgy gondoltam, hogy ebben az évben már nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen teljes szervezettség. Úgyhogy az Andreani Group-tól, aki Olaszországban az Öhlins Service-nek a fő viszonteladója, ő náluk vannak olyan szakemberek, akikkel már én is együtt dolgoztam, és ők fogják állítani az összes versenyzőknek a futóművet, és gyári futóművet kapunk, ami ebben a sportban, amikor régen én is kommunikáltam, lehet, hogy nem igazán értették az emberek, hogy a beállítások, a futómű, tehát ez a lelke, a motor erőssége is nagyon-nagyon fontos, de pályáról pályára a motort annyira át kell állítani, és annyira a finomságokon, a finom hangoláson múlik, hogy erre most nagyon rákoncentrálunk. Jó, nézzük meg először a, mégis a legfontosabb az, hogy
csapat, kikből fog állni 2015-ben. Egyes hírek szerint nem az a csapat fog versenyezni, amelyik 2014-ben versenyzett. Ugye Bódis Ricsi állítólag elhagyott benneteket. Kik lesznek? Előző évben egy nagyon tehetséges olasz versenyző csatlakozott a csapatunkhoz. Ő 15 éves, most már 16, most volt a születésnapja. Ő Alessandro Zaccone. Talán azt mondhatom, hogy Európában nincs olyan fiatal, aki tudna menni 16 évesen ilyen jó 600-as motorral, mint ő. Úgyhogy vele egy 2 éves szerződést írtunk alá előző év decemberében. Uh-huh. És ő boldogan aláírta, hogy a Talmács Racinghez... Igen. Olyan feltételeket tudtunk neki biztosítani, amelyet szerintem egy profi versenyzőnek kell tudni biztosítani, főleg ilyen tehetséget. Akkor nem kellett csak egyőzködni, akkor gyorsan rábólintott a menedzsment. Nem mondom, hogy rögtön, ő szeretett volna, de természetesen kapott más ajánlatokat is, és ugye egy olasz versenyzőről beszélünk, rengeteg olasz csapat ezért, van. Ezért feszegetem ezt a kérdést, mert így van hírérték, hogy egy olasz versenyző nem Olaszországban kötötte le magát 2 évre, hanem továbbra is a Talmácsi Racingnél. Igen, úgy kellett érte megküzdeni, hogy a szíve szerint jött volna nálunk, viszont kapott esetlegesen jobb ajánlatokat, vagy pedig kecsegtetőbbeket. Igen. De szakmailag azt gondolom, hogy mi a mostani helyzetünkkel a legjobbak közé tartozunk, mind technikailag, mind felkészültségben, és ő mellettünk döntött. Ez egy nagyon jó lépés számára és számunkra is, mert tényleg egy nagy tehetségről van szó. Ugye az olasz utánpótlás egészen más, mint az magyar utánpótlás. Persze. Tehát nem lehet hasonlítani Ricsi teljesítményét, vagy Zakkonejét, vagy Somosi Alexanderét. De mindenképpen ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk a 600-as kategóriában, a Stock 600-ban szükség volt Alessandro Zacconére. Úgyhogy vele biztos, hogy megyünk tovább. Mellette van még egy hely a 600-as motoron. Most van 8 versenyző mai napon, aki esélyes lehet nálunk motorozni. Természetesen vizsgáljuk a hátterét, hogy ki lehet a legjobb közülük. És továbbra is Somosi Alexander, aki fiatal magyar versenyző, 14 éves, ő továbbra is a European Junior Cup-ban fogja képviselni a hazai színeket, de pluszban az előző évben már láttuk, hogy ő csak fél szezon tudott menni, tehát még csak most rázódott bele, de hogy még jobban belerázódjon, mert most nagyobb motorokkal fognak menni, tehát nem 500-es motorokkal, hanem 650-es motorokkal, így az olasz bajnokságban is elindítjuk őt tréning szempontjából a 600-asok között, tehát Alessandro Zacconival fog együtt versenyezni, amely talán egy picit korai, tehát nagyon gyors motorok ezek, mert akár 280-nal is, 90-nél is mennek az egyenesbe, de ott nem válunk el tőle akkora teljesítményt, inkább, hogy a Junior Cup-ra felkészüljön és belejöjjön a motorozásba, ott teljesítménykényszer nélkül csak a fejlődés érdekében fogjuk elindítani, ami egy nagy lehetőség számára, és az edzéseken én is fogok neki segíteni, tehát most is a téli teszteken, amikor Alexander fölül majd erre a 600-es motorra, akkor megkapja azt a szakmai felügyeletet, amivel biztos vagyok benne, hogy ez így együtt, ez egy jó dolog számára. Ricsi, miért ment el? Ricsi, egy picit furcsa ez a helyzet. Ugye én 2011 végén ismerkedtem meg vele, és nagyon sokat segítettem neki barátilag, aztán ez hivatalossá vált menedzserként, és utána a csapatomban is versenyzett ugye a Talmácsi Racingnél. Lejárt neki a szerződése, tehát lényegében előző évben, december 30-én lejárt a szerződése, és január elején volt vele egy baráti beszélgetésem, ahol elmondtam az én szakmai meglátásomat, hogy nálunk most a 600-es kategóriában nincs lehetősége menni, és felajánlottam neki, hogy a Junior Cup-ba menjem úgymond vissza, de ez nem visszalépés, mert hogyha... De ő így érte meg, gondolom, visszalépésként. Ezt elmagyaráztam neki, hogy nálam is volt olyan a karrierem folyamán, hogy lehet, hogy visszább kell lépni ahhoz, hogy utána megint erről lehessen lépni, és akkor lett volna visszalépés a Junior Cup neki, hogyha nem ér el pódiumos helyezéseket. És mondtam, hogyha visszább lép egyet, kisebb költségvetéssel, mert ugye nézni kell a gazdasági oldalát is ennek a sportnak, mert rengeteg pénz kell hozzá, akkor a 650-ben a nyerő versenyzőként, mert ha összekapja magát, akkor ott ő nyerő versenyző is lehetne, ugye 2 éve pódiumos helyezésekért küzdött,
de most ugye 650-es motorok jönnek, tehát minden arra mutatott, hogy ő abba az irányba menjen az én szakmai véleményem szerint. És kellett volna neki is menni, tehát kellettek volna segítségek, támogatók, mert egy részét mi is tudtuk volna garantálni, de egy részét kellett volna neki segíteni, és menni utána, megtenni a motorozáson kívül, amit más versenyzőnek is meg kell tegyen, tehát a gazdasági hátteret összetenni. De valahogy ezzel a lehetőséggel ő úgy nem élt, és mondtam, hogy így még időben, január elején, hogy így most nem tudok neki tovább segíteni, illetve de barátilag igen, tehát nem mint Almácsi Racing, hanem Almácsi Gábor éppen az iskolája miatt esetlegesen valahol dolgozni, ugye, mert hát valamiből ugye természetesen meg kell élni. De aztán rá 2-3 napra kijött az interneten egy hír, hogy valahol máshova, más csapathoz leszerződött, ami mélyen érintett olyan szempontból, hogy nem szólt, de hát innentől kezdve ez az ő... Magyar csapatnál, igen. És hol fog versenyezni? Állítólagosan ott, ahol mi, tehát a Superbike világbajnokság keretein belül a Stock 600-ban, ami akár lehet jó neki, jó lehetőség. Ki lehet a Tóth? Nem, R2 Racing csapat. Én nem ismerem őket, de nagyon sok sikert kívánok nekik és Ricsinek is természetesen a továbbiakban. De hát erről fog majd szólni, most már az életed, mindig jönnek, mennek az emberek, néha hoznak számodra értetlen döntéseket, de hát csapatvezetőnek ezekkel. Igen, az, hogy értetlen a döntés, vagy nem, ugye az mindig évvégén derül ki, hogy nekünk is hogy áll össze az év, milyen eredményeket érünk el, nagyon sokat kell tenni tudatosan lépéseket, és utána szerencse is kell, tehát sok minden kell. Talán régen nyilatkoztam, hogy kérdezték, hogy mi kell a sikerhez, és tényleg ez talán olyan, mint egy kombinációs lapát, tehát ha ki akarunk nyitni egy ilyen lakatot, és van 12 kombináció, akkor minden 12-re szükségünk van ahhoz, hogy lakat kinyíljon. Ebben a sportban is így van, ugye az élet más területén is, tehát mindennek stimmelni kell ahhoz, hogy valaki eredményt érjen el. De hát mi emberek ugye arra születtünk, hogy sikerorientáltak vagyunk. És nálam ez végképp így van ugye a sport miatt, és legfőképpen azért szeretjük ezt a sportot, mert nagyon sok időt eltöltöttem benne, és a siker az nálam számomra nagyon-nagyon fontos. Mikor kezdődik a verseny szezon számotokra? Mikor lesz az első verseny? Márciusban kezdünk el tesztelni, akkor szinte minden hétvégén vagy Olaszországban, vagy Spanyolországban van a csapat, és az első verseny, az első Superbike futam az április 10-12 között kerül megrendezésre az aragoni pályán Spanyolországban. Ezt hogy élitek meg? Még nagyon messze van, vagy már nagyon közel van? Most éppen az időben való kezdés miatt teljesen komfortosan érezzük magunkat. A motorok készülnek, a versenyzők készülnek, minden idejében van, úgyhogy egy erős kezdéssel számolunk. Dobogossal? Alessandro Zacconinál ki lehet mondani, hogy dobogós helyezéseket várunk el tőle. Úgy érzem, hogy a motor, az alkatrészek, a mérnökök, az ő tudása, ez így minden helyén van, akkor küzdhet dobogós helyekért. Még nem látjuk a teljes ellenfeleket, hogy milyen változások vannak, kik az új versenyzők, nagyjából sejtjük, de minden aragomban fog kiderülni, és a szezon folyamán... Arról van sejtésetek, hogy ugye mindenki próbálja a motorját tuningolni erősíteni, hogy merre megy el a világ, tehát hogy vagy ezzel nem foglalkoztok? De folyamatosan foglalkozunk, nézzük az ellenfeleket, nézzük a más csapatokat, motormárkákat, szabályokat, változtak a szabályok. Nekünk jó irányba változtak a szabályok. Honda motorokat használunk, és például a legfontosabb, ami új szabály, hogy ettől az évtől lehet használni csúszókuplungot, ami előző évben azért volt nekünk hátrány, mert ugye ezt utcai sportmotorok versenyéről beszélünk, és amelyek gyárilag csúszókuplunggal voltak szerelve, azoknak előnyük volt, de mivel csak a gyári kuplungot lehetett használni, és a Honda nem volt csúszókuplunggal szerelve, így a féktávon nagyon sokszor a hátsó kerék blokkolt, és emiatt a motor nem volt stabil, de most a csúszókuplung segítségével gyorsabban vissza lehet váltani, és a hátsó kerék kevésbé tud blokkolni, és emiatt könnyebbek a kanyarbejáratok,
Ez akár jelenthet körönként fél másodpercet is. És a konstans időkben is nagyon sok szerepe van. Aztán a fékeket lehet, a szériafékeket lecserélni versenyfékre. Úgyhogy nagyon sok olyan szabály van, ami úgy érzem, hogy most a Honda versenyzőknek előny, és mi az egyik legjobb hondás csapat vagyunk. Szuper. Mondtad, hogy van egy üres hely, most erre 5-8 ember pályázik. Itt is, nálatok is úgy működik, mint annó a te esetben működött, hogy vinned kellett a támogatót is, mikor egy csapatot kerestél? Erre a helyre, amire most várunk, a motorsportban bevett szokások szerint általában a versenyzők teremtik meg az anyagi hátterét, hogy tudjanak versenyezni. Ugye nálam is voltak ilyen szezonok. Igen. És természetesen cserébe kap egy olyan szolgáltatást, amivel ő sikeres tud lenni. Akkor ez is most is így működik. Akkor ez a hely, amiről beszélünk, igen. De van rá jelentkező? Aki van. Ezeknek meg tud felelni. És akkor nektek akkor az alapján, azok közül kell majd dönteni, ugye? Igen. Ez lényegében ez a külföldi piacnak szól leginkább. Tehát ott vannak olyan versenyzők, olasz, spanyol, francia, német, meglátjuk, akik szeretnének fejlődni, és akik a Talmácsi Racing segítségével a karrieriket előre tudjuk mozdítani. De nálunk nem csak egy olyan versenyzőt várunk, aki hozza a támogatóit, fölül és akkor megy, hanem azért dolgozunk másképp, mert mi tényleg az ő karrierjét nézzük. Tehát általában kell egy vízió, leültetjük, megkérdezzük, hogy mit szeretne elérni. Mert lehet, hogy olyan dolgokat szeretne elérni, ami ez a kategória nem is jó számára. Tehát sok versenyző van, aki csapong ebben a motorsportból. Igen. Ez a bajnokság, az a bajnokság. Nagyon fontos tudni, mi a végcél. És akkor el lehet mondani, hogy milyen kategóriában, milyen bajnokságokkal, milyen felkészüléssel lehet odáig eljutni. Én úgy érzem, hogy ebben nagyon nagy a látásom, a térlátásom, hogy hogyan kell fölépíteni egy versenyzőt. MotoGP-ben mikor lesztek ott? MotoGP-ben akkor, hogyha Alessandro Zaccone hozza azokat az eredményeket, amiket elvárunk tőle. Akár már 2016. Igen. Na, nagyon várjuk. Igen. Bocsáss meg. Megszoktuk miattad, megszoktuk, ugye, igen. MotoGP. Nekünk egyik célunk az, hogy ott tudjunk lenni, de ahhoz a Talmácsi Racingnek és a versenyzőinek eredmény kell produkálni, azok pedig pódiumos eredmények. Akkor már vannak olyan megbeszélések, tárgyalások, hogy be tudnánk csatlakozni esetlegesen Alessandroval, a Moto2-be, tehát a középső kategóriába. De ez jó, mert ugye a versenyzős érzi az, hogy a csapatnak is nagyon fontos, hogy ő eredményes és jó legyen. Tehát a versenyzős érzi az, hogy minden meg fog tenni a csapat azért, hogy a lehető legjobb legyek a pályán. Ez így van, ez 100%-ban. Tehát ahogy az előbb beszéltük, hogy nálunk a siker, az emocionális oldal az nagyon erős, de nagyon fontos a gazdasági oldal is. De hogyha ez megfordul, igen, akkor szerintem az a rövid távon lehet működni. Hát úgyhogy mi Alessandroban nagyon-nagyon bízunk ebben a közös együttműködésben, és közösen el tudunk jutni a MotoGP-be. Hogy ez mikor fog bekövetkezni, ezt most nem tudom megjósolni, csak kívánom magunknak, hogy ez 16-ban létrejön, ami akár lehet reális cél is. Jó, majd 10 hónap múlva majd megvizsgáljuk. Hogy van a lábad? Köszönöm szépen, egyre jobban van. Most egyre hosszabb távokat tudok futni. Most kicsit sikerült jobb formába lendülnöm a személyedzőm segítségével, egyre többet edzek. Úgyhogy... Jársz kondizni? Járok kondizni. Ugye besegít, Heti három, négy, az mindig megvan. Ugye szeretnék besegíteni a tesztek alatt a versenyzőimnek, főleg a legkisebbnek, Alexandernek, hogy... Ezt hogy érted el? És motorra ülsz? Persze, és akkor... igen. És akkor ez hogy történt? Mész mellette, vagy... Nem, hát lényegében úgy, hogy először a szerelők összeteszik a motorokat, utána megnézzük egy nap alatt, hogy mi a tesztprogram, tehát miket kell kipróbálni. Igen. Van olyan része, amikor lehet motorozni, megszokni a motort, az érzéseket, és akkor az elején, akkor együtt fölmegyünk, és megyek mondjuk Alexander előtt természetesen, utána megyek mögötte, megnézem, hogy hogyan viselkedik, hogyan vezeti a motort, a féktávokon milyen íveket használ, hogyan ül a motoron, hogyan kezeli, és tudok neki tanácsokat adni utána, hogy akkor ezt hogyan kell másképpen. Mikor mentél nagy sebességgel pályán motorra? Előző évben a teszteken, a év végén már segítettem a versenyzőimnek. A kedvenc pályámon, Jerezben mentem, szágoldottam. Meglepően gyorsan, de nem gondoltam volna, hogy se fizikai felkészülést, a lábam se az igazi, hogy tudok gyorsan motorozni. Ráadásul nap vége volt, már én is fáradt voltam a srácok miatt, de mégis a kedvenc pályámon föl kell, hogy üljek a motorra. És meglepően az ötödik körben olyan időt értem el, mint a Bódis Ricsi és a Alessandro Zaccone. Jó, ismerem a pályát, rutinos versenyző vagyok, a motorok jók,
de mégis azt gondoltam, hogy az most nehéz lesz. Fizikailag nehéz volt, de tudtam, hogy kell csinálni, hogy kell menni. Úgyhogy mi mindig tudok gyorsan menni, ez jó érzés. De már eldőtt, hogy most már csak csapatfőnök maradsz. Most már kész vége, nincs visszaút. Nem igazán érzem azt, hogy most motorra kéne pattanjak. Hát most már kész. Ugye beszéltünk arról, hogy a MotoGP esetlegesen Magyarországra látogatna, amit a mai napon így nincs ilyen információm. Igen. Tehát mondjuk 2016-ban most hamarosan megtudnánk, hogy a MotoGP ide látogat, akkor arra össze tudnám magam szedni, és motivált tudnék lenni arra, hogy hazai közönség előtt jól tudjak menni. Éppen az előbbi említett miatt, hogy tudok még gyorsan menni. De most a fő fókusz az a csapat és a versenyzőim mindenképpen. Hogy élte a Lácsi Gábor? Napjait hogy vannak? Család mikor lesz? Egyes hírek szerint 2015-ben megnősülsz? Ilyet nem mondtam. Jó, hát de óvatosan szoktál fogalmazni, de... Nem, ilyet nem mondtam. Most már Mónikával lassan 2 éve lesz, hogy ismerjük egymást, boldog párkapcsolatban élünk. Hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudom ezzel kapcsolatban. Pont, te nem tudod? Aki előre tervez és pontosan precízen. Igen, de ugye egy évig úgy volt Mónika mellettem, hogy én egy nehéz helyzetben voltam. Igen. Tehát kórház, fizioterápia, lábam, tehát nem is tudtam önmagamat adni. Most kezdtünk így igazából úgy összecsiszolódni, és nem beszéltünk ilyenről, hogy most házasság, vagy eskü, vagy bármi ilyesmi egyelőre. Jól érezzük így magunkat, és segítjük egymás életét, ez a legfontosabb, és a többi majd alakul magától. De édeskettesben együtt éltek. Igen, így van. Így van. Kutya? Van macska? Kutya. Van kutya, egy kis Jack Russell kutyánk van. Hát óriási személyiség. De nagyon makacs kutya, tehát a legnehezebben nevelhető, de talán ez egy jó kihívás itt számunkra. Nagyon szeretjük, és már nagyon megszoktuk. Kisétáltatja. Egy évig édesanyám nevelte a kutyát, aztán úgy alakult, hogy most már fél éve nálunk van. Reggel én sétáltatom a kutyát, tehát megosszuk a munkát. Reggel én, mert én tudok korán kelni, Mónika kevésbé. De nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Tehát lakásban van a kutya, jobb lenne egy kertes házban természetesen, ilyen akkor szempontból. Akkor is van. De így még közelebb kerül hozzánk a kutya, tehát még többet tudunk vele foglalkozni. És tehát mondják a kutyára, hogy egy szőrös gyerek. Tehát nekem nincs gyerekem, igen. De valóban tényleg nagyon fontos a következetesség, hogy hogyan neveljük, tényleg vigyázunk rá. És ez egy kihívás, tehát azt gondolom, hogy én is ezzel fejlődök. Esti séta? Azzal nincs gond. Egy olyan helyen lakunk, ahol szeretünk sétálni, és esténk. De akkor kutyanélkül is, igen, kutyanélkül is lementünk, úgyhogy azt gondolom, a séta azért nagyon jó. És akkor van úgy, hogy akkor hármasban nem sétáltok akkor. Igen, igen. A sétának egy nagyon jó élettani hatása van. Tehát az ember nem is sportol, de reggel este tud egy picit magával foglalkozni, kiszellőztetni a fejét, sétálni. Leginkább a természetből a legjobb. Az nagyon jó, az nagyon jó feltöltő. Tehát ez nem teher, hogy a kutyát le kell vinni. Az jó. Az jó, és még fiatal a kutya, tehát akkor még jó sok séta vár rátok, ugye? Ez így van. Kinek örül a legjobban a kutya? Ha te érsz haza, vagy a feleséged? Nem a feleségem, még most Mónika. Bocs, a barátnőd, igen, még igen. Te más. Más. Ugye a kutyáknál, hogy falka vezér, vagy nem falka vezér. Talán most 50-50, de ez nem jó. Ez nem jó, hanem neki ki kéne választani. Még nem tudod dönteni kettőtök között? Még nem, talán egy picit jobban hallgat. De nekünk is ez a tanulási folyamat, ahogy mondtam. Tehát először van kutya, először kell rendbe rakni ezeket a dolgokat. És van segítség is, mert az egyik barátom nagyon ért a kutyákhoz, és néha átjön, és akkor elmondja, hogy a kutya hogyan gondolkodik. Meg most vettem napokban nemrég olvasmányokat, hogy hogyan neveljük a kutyánkat, ott is rengeteg tipp van. Mert ő nem ember, tehát hogy akkor olvastad a szőrös gyermeket, ugye, kutyakönyvet? Pont ezt a kutyakönyvet nem, de például nem is tudtam, hogy a kutya nem szeret, hogyha fölemelik. Régen mindig emelgettük a kutyát, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, amit meg lehet tudni ebből a könyvből. Igen, nem menjünk bele, mert sportműsor annyi, hogy vannak a kutyák és vannak az ölebek. Nem véletlen vannak a kutyák és vannak az ölebek. Ölebek viszont azt várják el, míg a kutyák nem. Ez mérettől, fajtától függ egyébként, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem szeretik. Igenis van, aki csak kimondottan ezt szereti. Ami a kutya, úgymond a tényleg, hogy kutyaként él és viselkedik, az valóban nem szereti. Zárásként,
édesapádról egy mondat, mi van vele, hogy van. Nagyon régen nem láttuk, hallottuk, hiszen ő az egésznek, ugye, a lüktető szíve, ha lehet ilyet mondani. Mi van vele? Nagyon jó van, köszönöm a kérdést. Dolgozik, figyel önmagára, sportol, ugye nagyon sokat fogyott, most jó formában. Tartja azóta is? Tartja, na, igen. Szuper. Nagyon büszke vagyok rá. Nekem az a legfontosabb, a szüleim, ugye egészségesek igen, legyenek. Igen, igen. És nézi azokat a lehetőséget, amivel tud nekem segíteni, az öcsémnek, nézi azt, hogy esetlegesen ki lehet a versenyző, a mostani versenyzők után az, aki magyar versenyző, és megérdemli azt, hogy segítsünk neki, és vannak olyan céljai, víziói, hova akar elérni. Úgyhogy ő folyamatosan ugye a képzésben, az oktatásban igen, segít. Ő idén menni fog veletek majd a versenyekre? Előző évben nem igazán volt, de most egyik nap találkoztunk, beszélgettünk, és azt mondta, hogy jön az összes versenyre. Na. Úgyhogy ez egy jó hír. Megfiatalodott? Ez egy jó hír. Igen. Na, az jó hír, igen, igen, igen. Akkor tele van energiával. Időnk sajnos lejárt, te is tele vagy energiával, és akkor most majd megnézzük, hogy pályán a versenyzőid mit fognak majd ebből visszaadni. Sok sikert. Köszönöm szépen. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.